Még mindig várja a számlájáról leemelt 400 milliót a pécsi több célú agglomerációs társulás, tudtuk meg a szervezet elnökétől. Mint ismert, két évvel ezelőtt a pécsi önkormányzat váratlanul inkasszózta ezt az összeget a számláról, és azóta sem utalta vissza. A választás után megváltozott a képviselőtestület összetétele. Ez reményt adhat arra, hogy visszakerüljön a pénz a társuláshoz. Minket minden megoldás érdekel, amely erőre viszi a közös ügyünket, hogyha adott esetben egy jelenlegi kormánypárti többségű pécsi közgyűlés a társulás ügye mellé erősebben be tud állni, mint ahogy ez Pécs részéről a korábbi összetétel mellett az elmúlt időszakban történt, az előnyére szolgálhat mind a társulásnak, mind pedig a székhelyünk és a társulás közös munkájának jövőjének. Én nagyon bízom benne, hogy a választás eredménye kifejezetten jó hatással lesz. Az ügyben egyébként nyomoz a rendőrség, ettől függetlenül a 400 milliót visszautalhatja a pécsi önkormányzat. 2023. májusában elvonásra került jogszerűtlenül a pécsi több célú agglomerációs társulástól 405.10.181 forint. Nem sikerült rendezni azóta sem ezt a témakört. 2023. szeptemberében fordult a több célú társulás egy beadvánnyal a pécsi járási ügyészséghez, és ennek alapján indult egy nyomozás. Információim szerint ez a nyomozás azóta is folyamatban van. A pénzelvonás ellenére a társulás folytatja működését. A pécsi több célú agglomerációs társulás ettől függetlenül zavartalanul végzi a feladatait, három intézményt tart fenn, és van egy RRF-es projektünk, valamint két top pluszos projektünk. Ezeknek a fedezete önálló alszámlákon rendelkezésre áll. Az RRF-es projekt keretében Pécsen az Aradi Vértanok útja 14 szám alatt a korábbi Mátyás Flórián óvodában, ennek az épületében három családi bölcsödei csoportot alakítunk ki. Itt a kivitelezési munkák már folynak, és folyik a kivitelezés a fejlesztés szalántai munkarészében is. A pályázatokból pedig 5 baranyai településen idősenlátó szociális beruházásokat végeznek. A társulás működtetésében van például a pécsi központú Esztergár Lajos családsegítő szolgálat. Így a társulás működése a vármegyében és a Pécsen élőket is segíti.